Boka István vers, énekelt vers és prózamondó találkozót és versenyt rendeztek a hétvégén Szekszárdon. Orbán György, a Boka István Alapítvány elnöke elmondta, a költő halála óta 2 évente rendezik a versenyt, a kuratórium pedig 5 éve van Szekszárdon. Ebben az esztendőben 75 éve született Boka István itt Szekszárdon. Nagyon fontos nekünk nyilván az, hogy megfelelő, méltó módon emlékezzünk meg róla, illetve élőként tartsuk, élővé tegyük az ő írásművészetét. Ennek egyik alkalma most ez a Kárpát-medencei vers és prózamondó, illetve énekelt versmondó verseny, amelyre nagyon sokan jelentkeztek, és egy nagyon erős mezőny, ami itt most megjelent. A Boka István Alapítvány középiskolás és felnőtt kategóriában hirdette meg találkozóját a Művészetek Házában. Számomra az elsődlegesen fontos az, hogy hogyan értelmezi a szöveget, mennyire értelmezi a verset. És mivel itt már a közel felnőttek vannak, a versválasztás is nagyon fontos lehet, de nem döntő. Tehát ahhoz, hogy egy vers átjöjjön, egy versmondás érvényes legyen, ahhoz értelmezni kell, és el kell juttatni a hallgatókhoz. Tehát mennyire szuggesztív az egyénisége a versmondónak, mennyire törekszik arra, hogy együtt éljen a vers, hogy akkor együtt éljen a közönséggel is. Ez nagyon nehéz, ez már majdnem színészi feladat. Zalán Tibor költő, író ezen kívül a hangsúly és a ritmus fontosságára hívta fel a figyelmet. A nevezés feltételei között szerepelt 3 olyan mű megtanulása, amelyekkel a versenyzők még nem szerepeltek iskolán kívüli nyilvánosság előtt. 3 művel készült mindenki. Nekem az egyik az Boka Istvántól a Helsinger című mű volt, Joriknak a monológiai közül az egyik vers. A második az Vörös Marti Mihálytól a Véncigány. Azzal kezdtem az egész versenyt, mivel első voltam, és nagyon izgultam, lemegett a lábam. És a harmadik pedig Arszenyi Tarkovszkitól a Tábori Kórház, amit Boka István fordított. A verseny legfontosabb célja a Boka irodalom élővé tétele.